Köszöntöm Önöket Nemzeti Gyásznapunkon innen a Nagy Imre Emlékházból. Ma Szakolcai Attila történész levéltáros segítségével emlékezünk a szovjetek Magyarország elleni második támadására, az 56-os forradalom vérbefolytására. A forradalom utáni megtolásról készült, mintegy egy 30 évnyi kutatás eredményeit összegzi, mutatja be a következő előadás. Szeretettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt. Ezen a Nemzeti Gyásznapon, ami nem csak a szovjet csapatok bevonulásának a napja, hanem ami úgy rögzült meg a magyar társadalomban, mint az 50 forradalom vége, hiszen a Kádárkor ezt próbált az emberekbe belesújkolni, hogy november 4-ig történt valami, de november 4-én megjelent Kádár János, fölnyitotta mindenkinek a szemét, és ezzel az ő visszatérésével vége van az ellenforradalomnak. Azóta tudjuk, és mindig minden alkalommal próbálom elmondani és nyomatékosítani, hogy Kádár csak szerette volna, ha az általa ellenforradalomnak tartott forradalomnak vége lett volna november 4-én, de az ország a szovjet csapatok beavatkozása ellenére sem adta föl a harcot, sőt november második felére, november végére lényegében visszaállt az országos főhatalmat a kormányt kivéve, az a rend, ami a forradalomban létrejött, tehát a munkahelyeket továbbra is, a munkai forradalmi tanácsok vezették a gyárakat, a üzemi munkás tanácsok vezették, és különösen a kistelepüléseken, ahol nem tudtak visszatérni a tanácsi vezetők, vagy nem mertek visszatérni, vagy ha esetleg visszamentek sem, tudták a munkájukat elvégezni. Ezeken a kistelepüléseken továbbra is a forradalmi tanácsok intézték, az ügyeket. A forradalomnak tehát nem volt vége november 4-én, hanem majd csak december 12-én, December közepén. Két dolgot szeretnék előre bocsátani, mielőtt átérnék a megtorlásról. Szóló előadásomra. Az egyik, hogy amit itt mi Magyarországon hosszantartó, brutális, kegyetlen, könyörtelen megtorlásnak tartunk, és okkal tartjuk annak, az nemzetközi összehasonlításban sokkal kevésbé tűnik annak. Nem arra gondolok, hogy mennyi halálos és bebörtönzött és meggyomorodott áldozata volt a bolsevik terrornak vagy a náci terrornak, hanem ha összehasonlítjuk a 56-ra következő megtorlást a spanyol polgárháborúra vagy a chilei forradalomra következő megtorlásokkal, akkor azt látjuk, hogy Kádár hiába volt véres zsarnok uralma kezdetén, ezektől a véreskező diktátoroktól messze elmaradt. Csile lakossága hozzávetőleg annyi, mint Magyarországé Csilében, ma sem tudják pontosan megközelítőleg sem, hogy hányan vesztették életüket a Pinocseti pucs vagy ellenforradalom után, de hozzávetőleg három ezerre teszik a halálos áldozatok számát, míg Magyarországon hozzávetőleg 230 kivégzés volt. Spanyolországban, ahol Paul Preston a téma kutatója egyenesen spanyol holokausztról beszél, tízezres nagyságrendű a, halos, a, a halálos áldozatok száma. Ha 56-ot, vagy az 57-et, tehát az 56 a következő megtorlást a világháborúra követő, világháborút követő megtorlással hasonlítjuk össze, akkor már azt kell mondani, hogy 56-ét talán súlyosabb volt, véresebb volt. A háborús felelősségre vonások halálos áldozatét sem tudjuk pontosan. Összesítések a népbírósági perekről történtek, de a népbíróságok megszüntetése után folytatódtak a perek a Budapesti Törvényszéken, sőt, 56 után és a budapesti katonai bíróságon kb. 30 embert ítéltek halálra és végeztek ki, sőt az uglói nyilasperre már a 60-as évek közepén került sor, szintén több halálos áldozattal. De 56 élesen különbözik az előbb említett másik háromtól. Mert míg Csillében vagy Spanyolországban egyértelműen szemben állt a két tábor, mert még 45 után értelemszerűen Magyarországon is és szerte világon elítélték azokat a háborús és népellenes bűnöket, amelyek elkövetőit legalábbis szándék szerint bíróság elé állították 45 után. 56-ban nincs ilyen egyértelműen ketté két tábor, hiszen. Kádár is népinek mondta magát, és 56 is egy népi forradalom volt. Kádár a népi hatalmat akarta helyreállítani, amit az 56-osok úgy érezték, hogy ők vívtak ki Magyarországon, és mindkét rendszer demokratikusnak mondta magát, az egyik népi demokratikusnak, a másik szintén használta népi szót, vagy nevezte saját magát munkásdemokráciának. Tehát 56-ban, vagy az 56-ot követő megtorlásban az a borzasztó, hogy valahol szinte keveredik egymásba olvad, vagy mosódhat a két oldal. Ez az egyik. A másik, ahogy majd beszélek a megtorló perekről, esetleg néhány esetben nagyon aprónak, jelentéktelennek tűnik az a hiba, az a szabály nem követés, amiről beszélni fogok. De a jog, akár a büntetőjog, akár a polgári jog egy évezredeken keresztül kimunkált, hihetetlen, precíz, aprólékos rendszer. Azt tudnám mondani, hogy olyan, mint egy, egy léggömb, hiába kap a léggömb egy apró lukat, onnantól kezdve nincsen léggömb. Vagy lehet arról azt mondani, hogy olyan, mint egy hajó, hiába van kis lyuk a hajó fenekén, előbb-utóbb a hajó el fog süllyedni, és onnantól kezdve az nem hajó, hanem eleven koporsó. Ugyanígy 56 után nem a jogot alkalmazták, nem a jog eszközeit alkalmazták a felkelőkkel szemben, hanem a jog halála következett be, Kállár Figyes kifejezésével. Előadásomban döntően a megtorlás jogi eszközére fókuszálok. Nem beszélek tehát arról az időszakról, amit talán nem is lehetne megtorlásnak nevezni, ami még inkább harc volt a Kádárral szemben álló országgal szemben, Gondolok itt a sortüzekre, ahol válogatás nélkül lőttek bárkit, aki ott volt az utcán, ott volt a közelben, akár járókelő, akár tüntető volt az illető. Nem beszélek a statárium korai idejéről, bár hát talán arra azért valamennyit mégis kellene, és nem beszélek a pufajkás erőszakról, amikor ö, még 56. decemberében, amikor a karhatalom már fölállt, vagy az év elején, kötelékben mentek ki kollégiumokba, munkásszállókra, kis és vertek össze mindenkit, aki a kezük ügyébe esett. A megtorlás jogi formáin kívül, tehát a börtönön és a halálbüntetésen kívül is számos olyan eszköze volt a hatalomnak az emberek megfélemlítésére, amiről máig nagyon keveset tudunk, mert még mindig nem jutottunk túl a perek kutatásán sem, miközben ezek az eszközök is alkalmasak voltak az ország megfélemlítésére, és ezek az eszközök is elegendőek voltak egy-egy ember életének a tönkretételére. Enyhébb esetben nem bíróság elé állítottak valakit, hanem eltávolították a munkahelyéről, vagy alacsonyabb beosztásba helyezték. Tessék arra gondolni, hogy a szakképzett esztergályó segédmunkásként a forgácsot söprögeti a munkapad alól, amit más termelt oda, vagy a gimnáziumi tanárt általános iskolába osztják be napközizni. Szintén bevett büntetési forma volt a rendőri felügyelet alá helyezés, amikor hetente jelentkezni kellett az adott rendőrkapitánságon, illetve a kapcsolattartó tisztnek bármikor joga volt ellenőrizni, hogy az illető betartja-e a rendőrhatósági felügyeletnek a szabályait. Egy 56-os mesélte nekem, hogy ő hozzá éjjel 12-kor állított be a közeg, aki akkoriban tudta meg, hogy megcsalta a felesége, és hajnali ötig paraszolta neki a bánatát, ő pedig másnap ötkor kelt, és ö, ment dolgozni. Tehát ezekkel is tönkre lehetett tenni egy embernek az életét, még inkább és különösen így van ez a perekkel. És utolsóként, mielőtt a perekre rátérnénk, kiket tekintünk a megtorlás halálos áldozatainak? kevésbé pontosan tudjuk, hogy hány olyan ember van, akit jogerős bírói ítélet alapján a hóhér kivégzett. Tudjuk azt, hogy kik azok, akik ugyan nem jutottak hóhér kézre, de oda jutottak volna, első fokon már megkapták a halálos ítéletet, vagy biztos volt a halálos ítéletük, és őket is ide, e, soroljuk Losonci Gézára, gondolok, vagy a gyűri Szigeti Attilára. De! Máig nem tudjuk pontosan, hányan voltak azok, akiket így vagy úgy meggyilkoltak 1956 után. Ezek a gyilkosságok tulajdonképpen a megtorlás vadhajtásai. Vadhajtások annyiban is, hogy semmiképpen nem köthetők ahhoz a jogi rendszerhez, aminek a megtorlást magát nevezzük. 1957 tavaszán, a márciusban újra kezdjük pánikjától, valószínűleg a belügy keltette pánikjától, elszabadult indulatok idején és kifáradás idején, Szentendre mellett az erdőbe kiránduló két fiúra, géppisztolyból nyitottak sorozatot, az egyiknek sikerült elmenekülni, a másikat szitává lőtték. Annyiban valóban tilosban jártak, hogy úgy hír lett Szentendrén, hogy a környező erdőkben fegyvereket lehet találni, és a két 14 év körüli fiú kiment fegyvereket gyűjteni. Vagy ugyancsak március közepén a Tiszavárkonyi plébános gyanussá vált a helyi rendőrnek, miért jár hozzá annyi fiatal hét tanúrára, megvárta a gáton, agyonlőtte, majd biciklivel együtt bedobta a tiszába. Tehát itt nem ítélet végrehajtásról van szó, hanem előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságról. És történt ilyen még 1957. augusztusában is, amikor italos állapotban a rendőr, hogy imponáljon a vele lévő hölgynek, kipróbált a céllövő művészetét, és agyonlőtt a házuk kapujában, agyonlőtt egy a házuk kapujában álló 14 éves Kislány. Akkor már volt annyira törvényes rend, hogy nem kerülhette el a bírói felelősségre vonást, végül összesen két évet kellett ezért a gyilkosságért börtönben töltenie. Máig nem tudjuk tehát, hogy hányan vannak így a halálos áldozatok, különösen akkor nem, ha hozzájuk számítjuk azokat az öngyilkos rendőröket, akik, ugye a rendőrség volt a nemzetőrség szervezésének az egyik alapja. Nemzetőré lettek 56-ban a kormány, illetve előjáróik parancsára, és amikor 57-ben kezdték érezni, hogy itt az ő nemzetőr voltuk miatt a pályát kénytelenek lesznek elhagyni, sőt, jogi megtorlásra is számíthatnak. Többen közülük, tehát tényleg nem egy önkezével vetett véget az életének. Tehát sokkal nagyobb a megtorlás halálos áldozatainak a száma, még a sortűzben elesetteket leszámítva is, semmint a perekben halára ítéltek és kivégzettek száma. 57. márciusában kezdődhetett a megtorlás részint azért, mert addigra sikerült legyőzni, megfélemlíteni az országot, addigra ö, sikerült fölállítani és ráncba szedni azokat a szerveket, amelyekre a megtorlás ö, elvégzése hárult. 56, ugyanis az a néhány nap alatt hihetetlenül milyen átítatta az egész társadalmat. 57. márciusa előtt az ügyészek nem voltak hajlandók vádat emelni politikai ügyekben, az így vagy úgy őrizetbe vetteket, mint törvénytelenül fogvatartottakat kiszabadították, a bírák ragaszkodtak politika semlegességükhöz, nem voltak hajlandók belépni a pártba, nem voltak hajlandók elfogadni a párt útmutatásait. Amikor a kormány bevezette a statáriumot, a hat hadbírák egyharmada lemondott, 10%-ot már előtte leszereltek, elbocsátottak a hadseregtől ellenforradalmi Cselekmény vágyával, vagy ennek a gyanújával. Volt olyan hadbíróság, ami megszűnt. Tehát az összes hadbíró eltávozott, lemondott. Hihetetlen Káder hiány, munkaerő hiány jelentkezett a rendőrségen, ügyészségen, bíróságon, mindenféle szerven. Ez volt az a pillanat, amikor Káder azt nyilatkozta, hogy nem érdekes felőtte. Nem is tudom, milyen foglalkozás mondott. Kocsis volt az illető, nyugodtan tegyük meg rendőrkapitánynak, ha politikailag magabiztos. Kénytelenek voltak teljesen szakképzetlen embereket is alkalmazni ahhoz, hogy a perek tömegtermelése megindulhasson. Még a tömegtermelés. Idején is előfordult az egyik bácskiskup megyei ügyészséget, minden évben egy hónapra be kellett zárni, mert mindenki egyetemen tanulta még a jogot, és vizsgaidőszakra szüneteltették a megtorlást. Miért különös, miért különleges az 56 következő megtorlás, miért tekinthető az adott kor törvényeinek ismeretében is lényegében törvénytelennek. Az egyik oka, hogy a megtorlás zöme, a megtorlás dandárja olyan jogszabályok alapján történt, amelyek alapvetően ellenkeznek a hát legalább 2000 éves európai jogi normákkal. A statárium után ilyen az internálás, amikor hat hónapra a rendőrség bárkit megfoszthatott a szabadságától, az ügyésznek csak utólagos jóváhagyási joga volt. Mivel a rendőrség részint a belügyminisztérium révén nagyobb hatalommal rendelkezett, mint az ügyészség, az ügyészek nagyon ritkán nem szignálták az internálási végzést. De még mielőtt az első hat hónap letelt volna, a törvény egy rendelettel kétszer hat hónapra meghosszabbíthatóvá tették az internálást. Itt tehát bárki, anélkül, hogy bíróság elé került volna, anélkül, hogy bármilyen bűncselekményt rábizonyítottak volna, pusztán azért, mert az adott területi rendőrség a személyét veszélyesnek minősítette a társadalomra, bárki a szabadságától másfél évre megfosztható volt. Az internáló táborokban ráadásul hát legalábbis a, a normál börtön viszonyoknál rosszabbak voltak a körülmények, rosszabb volt az egészségügyi ellátás, rosszabb volt az élelmezés, eh, iszonyatos zsúfolt volt már a kistarcsa is, és a későbbiekben a tököli tábor. Sokkal több volt a visszaélés, mint amennyit a klasszikus börtönviszonyokról tudunk. Több sikertelen kísérlet után 1957. januárjában született meg a gyorsított eljárást bevezető törvényerejű rendelet, ami a legfelsőbb bíróság elnöke szerint buzogányt adott a bírák kezébe, hogy bele minél nagyobbat tudjanak ütni az ellenforradalmon, az ellenforradalmárakon. Mi a gyorsított eljárás három talán leglényegesebb pontja? Az egyik, és ezzel a gyorsított eljárásban még széles körülön éltek, nem volt szükség vádirathoz az illető bíróság elé állításához. Tehát az illető nem tudta fölépíteni a saját védekezését, nem tudta, hogy pontosan milyen paragrafussal vádolják, szervezkedéssel vádolják, vagy gyilkossággal, vagy társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett rablással, vagy bármi mással. Nem tudta, mire Fölépíteni a védekezését. Az, hogy milyen paragrafusba sorolják be a cselekményét, ez csak a per végén, az ügyészi vádbeszéd során derült ki. Ugyanez vonatkozik természetesen a védőjére is, aki szintén nem tudta, hogy pontosan mi a vád. Ide tartozik, hogy már a gyorsított eljárás is nagy mértékben megemelte a büntetési tételeket, és az addigi normákkal szakítva lehetővé tette 16. életévét betöltött vádlott halára ítélését és kivégzését. A bíróságok még a meggyőzésük hadrafogásuk után is tartották magukat a többé-kevésbé mégiscsak európai normához, és egyetlen 18 év alatti fiatalt sem végezte ki, a legfiatalabb Mansfeld Péter is, éppen hogy betöltötte a 18. életévét, amikor kivégezték. Nem azért, hogy megvárják, amíg betöltött a 18. évét, hanem hogy mondjam, így jött ki a lépés. És végül, ami nagyon fontos volt, már a gyorsított eljárás lehetőséget biztosított a bírónak, hogy abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy a cselekmény fel van derítve, befejezze a bizonyítási eljárást, lezárja a tárgyalást és meghozza az ítéletet. Na most, logikus és törvényszerű, hogy egy büntető eljárás első körben a vád tanúit hallgatja meg, hiszen a vádat kell bizonyítani. A vád tanúi után következhetnének a védelemnek a tanúi. Ezek a tanúk viszont általában egyáltalán nem léteztek, hiszen bent a börtönből a vádlott nem tudta őket fölkutatni, nem tudta a lakóhelyüket, nem tudta őket pontosan azonosítani, a bíróság pedig elutasította ezeket a bizonyítás kiegészítési indítványokat. Tehát a perek nagyobbik része úgy zajlott le, hogy csak a vád tanúi adhatták elő azt, amit a vádhoz hozzá tudtak tenni. A helyzetet tovább rontotta az 57 márciusában, majd nyarán bevezetett népbírósági törvényerői rendelet, először a legfelső bíróságon állítottak föl népbíróságot, majd öt megyei bíróságon és Budapesten. A népbírósági tanácsok egy szakképzett bíróból és több laikus népbíróból álltak. Az elsőfokú bíróságnál egy bíróra Két népbíró jutott a legfelsőbb bíróságon, egy bíróra, egy szakképzett mellett négy laikus népbíró ítélkezett. Mit jelent ez? A népbíróság elé a súlyosabb ügyek kerültek. Aki népi bíróság elé került, szervezkedés vezetése, szervezkedés kezdeményezése, mozgalom részben részvétel, gyilkosság, bármi miatt, ott lehetőség volt a halálbüntetésre is. Tehát halálbüntetéssel fenyegetett ügyekben olyan emberek voltak többségben az ítélkező tanácsnál, akiknek semmilyen jogi végzettségük nem volt, akik pusztán csak pártos meggyőződésükre hallgathattak, vagy bosszúvágyukra, ugyanis. Többen voltak az népbírák között, akik valamilyen sérelmet szenvedtek 1956-ban. Lakatos Péterné például a férjét vesztette el a köztársaság téren. A másik nagyon fontos intézménye a népbíróságnak, de ez volt már a, a statárium idején is, a kegyelmi kérvény korlátozása minden halára ítélt, ha ő maga nem akart élni ezzel a jogával, akkor az ügyvédjének kötelező volt, kegyelmi kérvényt adhat be normál esetben. Népbírósági pereknél a népbírósági tanács, ahogy meghozta a halálos ítéletet, megszűnt népbírósági tanács lenni, átnevezte magát kegyelmi tanácsnak, és ha ez a kegyelmi tanács úgy döntött, hogy az általa öt perccel korábban bűnösnek tartott és halára ítélt vádlott nem méltó kegyelemre, akkor a kegyelmi kérvényét nem terjesztették föl az elnöki tanács elé, és a halálos ítélet két órán belül végrehajtható volt. Ezzel egy nagyon fontos jogvédelmet, vagy, vagy önvédelmi lehetőségtől fosztották meg az elítélteket. Hasonlóan fontos védekezési lehetőség veszett el a reformáció impejus tilalmának elvetésével. Ez annyit jelent, hogy amennyiben az ítélet ellen az ügyész nem fellebbez, abban az esetben az ítélet nem súlyosbítható. Tehát az ügyész belenyugszik a vádlottra kiszabott életfotiglani Büntetésbe. A vádlott viszont fellebez enyhítésért, másodfokon nem kaphat súlyosabb ítéletet, mint az életfogytiglani börtön. A népbíróságokra ez a tilalom nem vonatkozott. Előfordult, hogy egészen alacsony ítélettel fellebezett a vádlott, hét év börtön kapott első fokon, másodfokon az ügye népbíróság elé került, és annak ellenére, hogy az ügyész belenyugodott a 7 éves börtönbüntetésbe, másodfokon halára ítélték és kivégezték. Ennek a következménye, hogy olyan esetben, ha valakit nem ítéltek halára, és az ügyész nem fellebbezett, amennyiben a vádlott és az ügyvédje között volt valamilyen alapvető, alapvetően szükséges bizalom, a vádlottak nem fellebbeztek, vagy visszavonták a fellebezésüket. A Békés Csobai Nemzeti Bizottság vezetőit katonai bíróság ítélt el. Annak katonai bíróságoknak is volt az úgynevezett külön tanácsuk, ami a nébírósági rendelet szabályai szerint járt el. Egyetlen halálos ítélet sem volt első fokon, mindegyik vádot fellebezett, bementek a tárgyalás, és ahogy meglátták, hogy a retteget Gyurkó Lajos a kecskeméti sortüzek és a tiszakécskei tüntetők ellen vadászbombázókat bevető retteget katonatiszt az egyik katonai ülnök. Mindenki azt mondta, hogy köszönni szépen, neki nagyon jó az ő első fokon kapott illetvottiglanya 20 éve, 25 éve, Maradnak mellette, mindenki visszavonta a fellebezést. Ezzel tehát a népbíróság elé került vádlottak elvesztették a jogorvoslat lehetőségét, amennyiben nem halálos ítéletük volt. De 56 után ezeket a rendkívül szigorú, és még egyszer mondom, az EUKész Európában, vagy a civilizált világban bevet jogi normákkal szembe menő szabályokat sem tartották be, és az alkotmányban leírt szabályokat sem tartották be. Az alkotmányban benne van, hogy minden bíróság elé állított, büntető bíróság elő állított személynek joga van szakszerű védelemre. Az alkotmányt, a büntető perrentartás szabályozásával már korlátozták, és megvonták a védőválasztás jogát a vizsgálati szakaszra, nehogy a védő megzavarja a nyomozati munkát. 56-os ügyekben pedig gyakori volt, hogy csak a bíróságon találkozott a vádlott a védőjével, akinek előfordult olyan is, hogy félbe kellett szakítani az ülést, hogy egyáltalán bele tudjon nézni a védő a vádiratba. Így módon a védőnek egyfelől nem volt lehetősége kidolgozni egy védelmi koncepciót, nem volt lehetősége beszélni a védencével, és ami mindennél sokkal fontosabb, nem volt lehetősége segíteni a védencét a nyomozati szakban. Mit jelent ez? A magyar büntetőjogban azóta is a bírónak szabad mérlegelési joga van. Ha valaki a nyomozati szakban beismerő vallomást tett arról, hogy gyilkolt, és ezt a bíróság előtt visszavonja, ebben az esetben a bíró szabadon mérlegeli, hogy most a rendőrségen tett vallomást fogadja el, vagy a bíróság előtt a vallomás visszavonását. A visszavonásokat általában azzal utasította vissza a bíróság, nagyon ö, sok ítélet indoklásában szerepel szinte szóról szóra, hogy észszerűtlen, hogy valaki egy halálbüntetéssel fenyegetett bűncselekményt beismerjen, ha azt nem követte el. Ezzel szemben nagyon észszerű, hogy menekülni akar a büntetés alól, és ezért visszavonja az ellene bizonyító vallomását. Azt a bírák nem akarták tudni, hogy a Gyorskocsi utca, vagy a vidéki politikai nyomozóosztályok épületei nem a józanész, nem a normalitás terénumai voltak, hanem az abszurd boszorkány honyhai. A másik nagyon fontos szabály volt, hogy a tanunak semmi más szerepe nem lehet a perben. Mint ott tanúskodik. Előfordultak olyan ügyek, ahol a vizsgálatot vezető rendőrtiszt volt a vád tanúja, tehát aki először e, rákényszerítette a vádlottat megfelelő vallomás elmondására, majd ugyanezt a cselekményt tanúsította a bíróság előtt. Ennél is lényegesebb, hogy a tanú csak arról tehetett vallomást, amiről közvetlen észlelete volt, tehát amit ő személyesen látott vagy hallott. Ezzel szemben az 56-os perek tanúvallomásainak nagy többsége arról szólt, hogy mit hallott. Volt olyan ember, akit azért ítéltek halálra, mert a tanú szerint elmondta neki, hogy részt vett ebben vagy abban a cselekményben. Tehát semmi közvetlen észlelete nem volt, csak hallomása volt a dologról, és nagyon sok esetben nem is első kézből, hanem másod, harmad, negyed kézből ö, szerzett hallomások alapján tette meg a vallomását. Rengetegszer megsértették a szóbeliség elvét. Ha a tanú már nem emlékezett arra, hogy miben állapodott meg a rendőrtisztel a vizsgálat során, és mit kell neki vallania, akkor megkérte a bírót, hogy legyen szíves felolvasni a nyomozati vallomását, ez megtörtént, majd azt mondta, hogy igen, mindenben feltartom a nyomozat során, tehát vallomásomat. Ezzel élesen vagy súlyosan ö, sértették a hatályos büntető perentartást. És talán egy dolgot még több mindenről szerettem volna beszélni, de fut az idő. Egyetlen bűncselekményért nem lehet senkit többször büntetni. Szintén több ezer éves büntetőpolitikai alapelv. Nikkelsburg Lászlót, a Varostéri Nemzetőrség <coughs> parancsnokát 57-ben ezért a cselekményért életfotiklani börtönbüntetésre ítélték. <coughs> Amikor 59-ben újra elővették az ügyet a köztársaság térdel kapcsolatban, Jellemző egyébként a rendszernek a slendriánságára, Mindenütt keresték, és nem találták meg, attól féltek, hogy kiszökött az országból, mert sátodai börtönben raboskodott, ott nem keresték. Valahogy mégis előkerült, és tanúvallomást tett társai elleni perben, akkor ö, csatolták az eljáráshoz, és ugyanazért a cselekményért, amiért egyszer már életfotéklára ítélték, újra eljárás alá vonták, ezúttal halára ítélték és kivégezték. Van egy tatabányai fiatal fiú, aki részt vett a tatabányai fegyveres ellenállásban. Őt először fegyverejtegetés címén ítélték el életfotigleni börtönre, majd, mivel részt vett a fegyveres ellenállásban, szervezkedés címén is egy újabb perbe belevonták, és életfotiglan plusz két év börtönbüntetés kapott. A csúcsot egy székesférvári fiú tartja, akit ugyanazért a dologért ítéltek el három alkalommal, mindig ötszörösét kapta az előző ítéletének, utoljára 15 év börtönbüntetésre. Az 56-os pereknek a valóságra vonatkozását úgy tudnám érzékeltetni, hogy olyan, mint amikor az ember optikusnál van vizsgálaton csak éppen ellenkező előjellel. Az optikus föltesz egy szemüveget, és megnézi, hogy ezzel hogyan lát. 56-ban az első, vagy 57-ben az első ilyen optikai torzítás, hogy ami történt, az ellenforradalom. Ebből következőleg, ha valaki semmi más nem csinált, mint egy kis település életét szervezte, az élelemellátást, az egészségügyi ellátást, a, akár a szovjet csapatokkal a kommunikációt, ő nem egy község életének az irányítója lett, hanem az ellenforradalom irányítója lett az adott helyen, és például a cserépvárajai, kev... nem hiszem, hogy túl sokan tudják, merre van cserépváralja olyan pici község, az otthoni Nemzeti Bizottság vezetőit népi demokrácia megdöntésének irányuló szervezkedés vezetésével ítélték el, és az ítélet hangsúlyozza, hogy igen valóban onnan ebből a kiskösségből akarták megdönteni a fennálló társadalmi rendszert Magyarországon. Ha az ember nem lát jól az első lencsével, akkor az optikus betesz egy másik lencsét, hogy hát, a jobb lesz. Ez a második lencse itt 56-ban a cselekmény torzítása, 56-ban 56 nagy volt a harag a basáskodó emberekkel, az ávósokkal szemben, a gyárakban lévő hajcsárakkal szemben. Ezeket éppen azért, hogy ne érje atrocitási őket, hogy ne legyenek személyes bosszú áldozatai, őrizetbe vették. Ezeket az őrizetbevételeket a kivégzés előkészítésére irányuló cselekménynek tekintették. Vagy aki kimentette a tömeg által bántalmazott funkcionáriust azzal, hogy törvény előtt kell majd felelősségre vonni, őt azért ítélték el, mert a törvényes, mert felelősségre vonását sürgette. Egy győrmegyei pap megfogta a pártitkárt a tüntetés után és a idején, is azt mondta, hogy gyere be fiam nálam, nem esik bántódásod. Személyes szabadság megsértése címén kapott két év börtönbüntetést. Tehát a második torzító optika. A harmadik a személynek a megváltoztatása büntethetőbbé tétele, rosszabbá tétele. A Tóti per egyik vádlottját Gyöngyösi Miklóst nyolcszorosan büntetett előletűnek mondták. Mindössze kétszer állt bíróság előtt, az egyik alkalommal négy nap börtönre ítélték, négy nap fogházra ítélték, bocsánat, egy zsákokat adott el, ami miatt orgazdaság címén bíróság elé került. Tehát oly mértékben megnövelték a súlyosbító körülménynek tekinthető, meg rosszabbítottak a sírsbító körülménynek tekinthető előületet, hogy szörnyű. 44-45-ben nagyon sok fiatal azzal próbált menekülni a front elől, hogy vállalták, hogy diverzáns cselekményeket fognak végrehajtani a front mögött. Kiképezték őket, áttették őket a fronton, levették a, letették a cukmokot, és hazamentek, örültek, hogy megszabadultak a fegyveres harctól, 56-ban ezt megint csak e, súlyosító körülménynek tekintették, különösen azért, mert többségüket a szovjet hadbíróságok e, súlyos évekre elítélték. Ide tartozik a cselekmények átminősítése. E, a jog különbséget tesz szándékos emberölés és gyilkosság között a szándékos emberölést az követi el, aki ott helyben eldönti, hogy ezt az embert ő most meg fogja ölni. A gyilkosságnál készülni kell, eltervezni, kitervelni, tehát van egyfajta premeditáció. 57-ben a legfelső bíróság állásfoglalása kimondta, hogy nincs szándékos emberölés, csak a halálos ítélettel sújtható Gyilkosság létezik, hiszen mindenki azért ment el, vagy azzal a tudattal ment el tüntetni, már tüntetni is, hogyha úgy hozza a helyzet, gyilkolni fog, hiszen az a célja, hogy a népi demokrácia embereit kiírtsák. És végül ezzel zárnám, mindezeken túl, tömegével fordulnak elő olyan perek, amelyeknek közük sincs a valósághoz, amelyek teljesen légből kapott történetek, ezek közül talán a leghíresebb és a legismertebb Tóthilgna és társainak a története, de ide tartoznak a halállisták, ahol készültek az elítélésükre, és ennek a foglyok, agyon, foglyok kivégzésére, és ennek megvannak a fokozásai, és több vidéki, bíróságnál van nyom annak, hogy nem csak kivégezni akarták a foglyokat, hanem egyenesen agyonverni akarták a kommunistákat és az államvédelmi embereket. És ugyanúgy meg akarták tagadni tőlük a végtisztességet, ahogy azt végül kádárék tagadták meg az 56-os kivégzettektől, és állítólag több helyen előfordult, hogy arra is utasítást kaptak, hogy ne sírba temessék őket, hanem a szemét dombra dobják oda a funkcionáriusokat. Tehát amit ez a normalitásból kifordult rendszer maga cselekedett meg, és maga vitvékbe, vitt azzal vádolták minden alap nélkül az ellenségeiket, és temették jeltelen gödörbe az áldozatokat, és fosztották meg a családtagokat hosszú évtizedekre attól, hogy gondozzák a sírokat, sőt, a sírok gondozása, a halottakra való emlékezés, vagy a sírhelyek megmutatása bűncselekménynek számított nyoma van, hogy ilyen ügyekben büntetőeljárást indítottak, és a felelősöket elítélték. Így volt 1989-ig, amikor a rendszerváltozás után végre megkaphatták az áldozatok, a mártírok a végső nyughelyet és a végtisztességet. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szakolcai Attilának ezt a nagyon komplex új aspektusokat bemutató érdekes előadását. Ö, amelyben nem csak a társadalmi represszió különböző formáit beengedett betekintést, hanem valóban nagyon érzékletesen különböző történeteken át feltárta azokat a jogi abszurditásokat, amelyek segítségével ezek a hamis, hazug vádak végül is ö, beteljesültek. Ö, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a személyesen nem is, de a virtuális térben velünk lehettek. Kövessék továbbra is a Nagy Imre Emlékház Facebook oldalát, hiszen minden héten újabb, érdekes, tanulságos témákkal jelentkezünk. Viszont látásra jó egészséget kívánok mindannyiuknak!